Új helyszínen a Bocska István Múzeum modern művészeti épületében olvasták fel Vas Albert műveit. Az országos kezdeményezéshez csatlakozva újból három civil szervezet tagjai emlékeztek meg Vas Albert munkásságáról. Hat órán át hangzottak el versek, regényrészletek, valamint erdélyi dalok a Bocska István Múzeumban. Országosan 10. alkalommal Hajdúszoboszon harmadjára gyűltek össze az író és költő csodálói. Először 2015-ben a Magyarok Szövetsége szervezésében vett részt több csoport is a maratoni felolvasáson, hogy közösen emlékezzenek meg Vas Albertről. Idén halálának 19. évfordulóján indultak el a felolvasások. Elhatároztam tavaly előtt, hogy csináljuk meg mi is ezt a maratoni Vas Albert felolvasó napokat, és akkor megszerveztem itt a múzeumban, Magyarok Szövetsége többségében felolvasott, de jöttek, akiket meghívtunk, és az olvasókör, ők is jöttek szépen, és közösen ezt a kétnapos felolvasást megtartottuk. Aztán úgy gondoltam, hogy mivel a Magyarok Szövetségének nem ez a fő profilja, hogy irodalmi napokat, esteket rendez, igaz, hogy rendeztünk ilyet is, de ez csak egy a sok közül. Így aztán átadtam a Kovács nénak, az olvasókör vezetőjének, hogy ő nekik profiljuk ez, hogy ezek után ők szervezzék, ők legyenek a főszervezők. A közös városi felolvasások előtt már egy évvel a Főnix versmondó és népdalkör is szervezett egy megemlékezést, bár akkor még egyedül, a többi hajdúszoboszlói körtől függetlenül. Azóta csatlakoztak a városi rendezvényhez, ám egy kiegészítő programként külön megemlékezést is tartanak a maraton mellett. Mi már a 4. alkalommal veszünk részt a Vas Albert felolvasásban. A legelső alkalom 4 évvel ezelőtt volt, akkor még az emlékszobába tartottuk meg. Akkor derült ki, hogy olyan nagy volt az érdeklődés, hogy nem fértünk el abba az egy szobába, egy terembe, úgyhogy azután kértem meg a művelődési központnak az igazgatónőjét, hogy engedje meg, hogy időnként ott mutathassuk be a műsorunkat. Úgyhogy most, 4. alkalommal, február 18-án, 16 órától a Kulturális Központ zenetermébe fogjuk megtartani a műsorunkat. Az érdekesség talán az, hogy Vas Albertnek 6 fia volt, 6 fia született, akik közül egy gyermekkorában meghalt, de az 5 fia és az olvasók számára csodálatos meséket és mondákat írt. Ezek közül választottuk a Tavasz ébresztő kis cinegéről szóló mesét bemutatásra, amelyet a versmondó körünk kis iskolás tagjai édesanyjuk segítségével tanultak meg. Az idősebbek pedig a magyar történelem tragikus eseményeiről, az élet nagy kérdéseiről és a természet szépségeiről szóló verseket fogják felolvasni. A felolvasó maraton 2 napján körülbelül 15-en vettek részt az olvasókör tagjaiként, ám voltak, akik a szervezőktől függetlenül is jelentkeztek a programra. Az olvasókörből körülbelül 10-en, a Magyarok Szövetségétől 2-en, 3-an lesznek itt, a versmondó körből is 2-en, 3-an, és nagyon örülünk neki, mert vannak érdeklődők, akik olvasták az újságban, és hát ők hallgatóságként jelentkeztek. Egyébként felolvasó is van, aki az újsághirdetésre jelentkezett. 90%-ban Vas Albertet fogunk hallani. Tamás Áront, a hajdúszoboszlói költőt, a Bieliszky Jó Sándort, és nagyjából ennyi, tehát alapvetően Vas Albert. Most, mivel halálának is évfordulója van, ezért igyekszünk rá koncentrálni és az ő műveit felolvasni. Vas Albert munkásságából bőven lehetne úgy válogatni egy maratoni felolvasásra, hogy 2-szer nem hangzik el ugyanaz az alkotás. Ám az ikonikus művei természetesen minden alkalommal megjelennek, így a Gyökér megmaradt című költeményét is felidézték a felolvasáson. Történelem viharai csapkodták, verték ezt a földet, megtanítottak élni, halni, mégis
magyarnak megmaradni. Élünk ma is, ahogy lehet, s Isten hitünk szent erejével, magyar szívünk szeretet